74 Vas megyei önkéntes tűzoltó egyesület szerepelt sikerrel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán. Mintegy 48 millió forint értékben vehették át ezeket a védőfelszereléseket és különböző tűzoltás technikai eszközöket. Kiemelném az ezt a teljes védőruhát, egy R13-as névre kezesztelt magyar gyártású védőruha. A hivatásos tűzoltók ugyanezt használják, értékében olyan 200 000 forint környékét képvisel. Láncfűrész, sisak, tömlő is szerepelt az átadott eszközök között. Az időjárási viszontagságok miatt idén a szokásosnál is gyakrabban vonultak az önkéntes és hivatásos tűzoltók. Több mint 500 tűzesetnél tartunk, és még nem fejeződött be az év. Több mint 1200 műszaki mentés, ez a tavalyi műszaki mentés számnak a duplája. Rendkívüli viharkárak, ciklonok sújtották a megyét, amely eseménykezelések alkalmával az önkéntes tűzoltó egyesületek tucatjával avatkoztak be rengeteg kárhelyszínen. Harangozó Bertalan kormány megbízott hangsúlyozta, nagyon fontos az önkéntesek bevethetősége, majd megköszönte a hatékony munkát. Új eszközöket vehetnek birtokba a közterületfelügyelők is. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb állama, hangsúlyozta az átadáson Hende Csaba országgyűlési képviselő. Elsősorban emberek kellenek, fegyelmezett, erős, jól képzett, az árnyékuktól meg nem ijedő emberek kellenek ehhez a munkához. Akik előtt le a kalappal, de kellenek eszközök is. Közel 1,4 millió forint értékben vásárolhatott a közterület felügyelet berendezéseket, 10 mini testkamera, 5 lézeres távolságmérő és 2 beépített videófelvevővel ellátott hőkamerás távcső segíti mostantól a munkájukat. A hőkameráknak mindenféleképpen fontos szerepük lesz a mezőri szolgálat ellátásánál, hiszen a kollégáim este éjszakai időszakban az ellenőrzései során többször tapasztalták, hogy falok tolvajokkal találkoztak, orvadászokkal találkoztak, illetőleg illegális szemétlerakókkal. Ezeknek az észlelésére és a rögzítésére ezek a kamerák kiválóan alkalmasak lesznek. Beszereztek egy defibrillátort is, amely a közterület felügyelet gyors reagálású egységgépjárművében kap helyet. Szombathely az egyik legbiztonságosabb város Magyarországon. Köszönhető a szombathelyieknek, akik tisztelik a törvényeket, és köszönhető a rendvédelmi szerveknek. Az önkormányzat további 3 millió forintot biztosított a szervezet számítógépes fejlesztésére, valamint az ebrendészeti szolgálat telephelyének rekonstrukciójára.